Novák Katalin államtitkár azt írja egy nyílt levélben, hogy rossz, hogy így beszélünk ezekről a kérdésekről, jobb lenne, ha indulat, lázítás, vagdalkozás nélkül tudnánk róluk beszélni, bízom benne, hogy a gyerekeinknek ez is megadatik. Hát mi meg abban bíztunk hajdanában, hogy ezeket a dolgokat ugye egymás közt indulat nélkül meg tudjuk beszélni. Hát jelek szerint nagyon súlyosan nem. Ságvár is vendégünk van. Jó reggelt kívánok, és köszönöm, tanár úr, hogy eljött hozzánk. Barok István a vendégünk. Ugye itt egyrészt van egy egyetem, annak van egy gyakorló gimnáziuma, azt nevezik. Bocsánat, ne felejtsük el, van egy általános iskolája ugyanezen a néven, csak ő valahogy soha nem került képbe. Hát gimnázium és általános iskola teljesen külön intézmények. Két külön intézmény, de mind a kettő ságvári. Ságvári egy, ságvári kettő. Így van. Mi így tudjuk, hogy kis ságvári és nagy ságvári. Azt ugye tudja. Igen. Ságvári Endre egy vegyes megítélésű figurája a magyar történelmnek. Hogy mennyire, az pontosan az mutatja, hogy Ungvári történész úr maga saját véleményéből volt kénytelen egy hét alatt kihátrálni és elmondani azt, hogy ő rosszul gondolta, mert hogy ez a Ságvári, ez nem annyira nagyon ez az a Ságvári, mint akinek ő beállította. Ugye ő azt mondta, hogy ha megéri a II. Világháború végét, a felszabadulást, akkor ő valószínűleg az AVH vezetője lehetett volna, ami merő feltételezés, és igazából semmi alapja nincsen. Ságvári Endrét lelőtték nyomozók egy Budagyöngye sarkán lévő, ma Remiszként ismert étterem, akkor cukrászda, teraszám. Ellenálló volt, kommunista ellenálló volt. Szozdem. Hát, de aztán később belépett valóban, de alapvetően szozdem volt. Bűn ez? Hát most ebben az érában valószínűleg igen. Most mondok egy párhuzamot. Kaptam egy idős hölgytől egy levelet a Sziget közben. Nagyon sok levelet kapok egyébként, amióta ezt a jajkiáltást felraktam a Facebook oldalamra. Amelyben azt írta, hogy egészen kislány korában a Pajtás újságból értesült Ságvári Endre történetéről és a Csillogó szemmel olvasta, és azóta a sors megadta neki, hogy eljutott a Franciaországba, Párizsba, a Pantheonba, ahol van egy Jean Moulin nevezetű makizár, aki fillére ugyanaz, mint Ságvári Endre. Korban, végzettségben, szintén jogot végzett, és a halálában is. A nácik elleni harcban elesett. Ő a Pantheonban van, szobra van, Pantheonban eltemetve, és ez a hölgy üzent neki, egy kis cetlin. És ő hozta a párhuzamot, nem én. Csak leírtam. Ja, a francia történelem ebből a szempontból talán egy kicsit szerencsésebb, mert nem jött a II. Világháborút követően a kommunizmus által sújtott 40 év. De hát valóban, én is emlékszem, mert most jön az én coming out-om, tehát én is voltam kisdobos és úttörő. Következésképpen Ságváriról tanultunk, és hát az úttörő mozgalomban is tanultuk, hogy ő egy hős, de nem azt mondták nekünk, hogy ő egy kommunista hős, hanem ő egy antifasiszta hős, aki a nácik ellen harcolt. Hát, hogy mennyire igaz ez, amikor megölték Ságvárit, akkor Wesemeyer jelentett Berlinbe a következőképpen, likvidáltuk a pacifista Ságvári, dr. Ságvári Endrét. A pacifista. Hát ezt a jelző, hogy biztos nem hallottuk az úttörő mozgalomban. Jó, na most, de azért a németek viszont ilyennek látták, van, nem kommunistának látták. A pacifistának, békepártinak, háború ellenesnek látták. És ez volt a németek szemében a legnagyobb bűne. Na és akkor most itt vagyunk ebben a helyzetben, amikor valamiért előkerült, hogy Ságvári még mindig Ságvári az iskola falán. Ugye azt látjuk, hogy az utcanevektől kezdve az intézmény elnevezésekig szépen minden végigment. Azt is látjuk, hogy a közgáz aulájából Marx Károly szobra is eltűnt végül. Tehát Rétvári Bence elmondta ezt 4 évvel vagy 3 évvel ezelőtt, hogy ennek így kell lenni, és végül így lett. Ságvári még kitart. Meddig tud kitartani? Vagy mikor lesz ebben béke? Vagy ki fog ebben dönteni, hogy Ságvári maradhat az intézmény? Menjünk szépen sorjába. Tehát mi már edzettek vagyunk. 25 éve harcolunk a nevünkért. Az első támadás, mármint a név elleni támadás, az 90 környékén volt, és akkor az iskola vezetése nagyon okosan megkérte az akkori történészeket, hogy foglaljanak állást, és a TIB, a Történelmi Intézőbizottság akkori munkatársa, Vásárhelyi Miklós írt egy levelet, amit Göncz Árpád ellenjegyzett, és abban leírták, hogy antifasiszta hős volt, legyünk büszkék a nevünkre. És amikor bárki bejött, akár az utcáról is, hogy ez borzasztó, hogy mi mindig Ságvári vagyunk, akkor elővettük ezt a levelet, odaadtuk, és akkor vagy elfogadták, vagy nem, de lecsengett. Aztán volt a
94-es választás, és az első forduló után kaptunk egy szegedi MDF-es képviselőtől egy levelet, hogy mégis mennyire borzasztó, hogy még Ságvári Endre névre hallgatunk. És akkor ezt az igazgató felolvasta a tantestület előtt, és én akkor feltettem a kérdést, igazgató, kérdezd meg a képviselő urat, hogy a választások után hova küldjük a választ. Aztán jött 4 év, ami pihenő, aztán a következő 4 éves ciklusban 2001-ben megint szóba került a történet, és akkor egy tragédia segített nekünk. Az akkori rektor nagyon beteg lett. És ő a mén igazgatómnak, aki egyébként a legjobb barátom, csoporttársa volt az egyetemen. És a Rezsőnek a tragédiája elvitte ezt a történetet. És akkor ugye most megint 2012-ben jött fel a dolog, és akkor miután ugye nem lehet rendeletileg eltörölni, végképp eltörölni. Ennek van egy módja, hogy hogyan megy. És ebben nincs egyetértés, tehát nincs hozzá törvény. Tehát alapvetően egy iskola névváltoztatását a diákságnak és a szülőknek kell kezdeményezni. Tehát a diák nem önkormányzat, is az iskolának? Nem. Tehát a diák önkormányzat és a szülői munkaközösség kezdheti meg ezt a dolgot, és akkor ha ott konszenzus van, akkor jön a tantestület. Ha ott is, akkor miután mi egyetemi intézmény vagyunk, akkor jön az egyetemi szenátus. Az egyetemi szenátus is úgy dönt, hogy a Ságvári név nem viselhető, akkor kerül a rektorhoz. A rektor még dönthet így is, vagy úgy is, és csak utána kerül fel a minisztériumban. Na most az az igazság, hogy itt azért sokan átlátták, meg megérezték ennek az igazi ízét, ez az autonómiáról szól. Tehát ugye én úgy tudom a történelmi tanulmányom során, hogy a magyarországi egyetemek az alakulásuktól fogva autonómok voltak, olyannyira, hogy a területére csak a rektor engedélyével lehetett belépni, még a bűnüldöző szerveknek is, hogyha esetleg olyan történet volt. És most úgy tűnik, hogy az egyetemi autonómia is veszélybe került Ságvárival. Tehát azt hiszem, hogy többről van szó, mint Ságvári Endre nevéről, meg arról a 60 évről, ami alatt nagyon sok fiatal ezzel a névvel kapott bizonyítványt. Ez nagyon komoly levelezése lett az utóbbi időben. Itt van Lépási Róbert igazságügyi államtitkár levele. Ilyen jobban vannak, hogy Per Pistának nevezett? Persze. A Robi egy nagyon rendes gyerek. Tehát én ezt elhiszem, de csak ő sem érti a jelek szerint a problémát, mert ugye ő arról ír, hogy a Ságvári nevében, mert valaki nem volt méltó a Ságvári névre az előző rendszerben, el lehetett távolítani valakit az iskolából, meg lehetett alázni valakit a diák évei alatt. De nem a Ságváriról szólt ez a történet. Akiről beszél, Benda Balázs kiváló tanítványom volt, egy csodálatos kis ember, aki a fennálló rendszerint elkövetett valamit, amit akkor nem lehetett. Ez nem az iskola akarta kizárni, ezért akkor ez járt. Tehát bármennyire fáj, mert mondom, a Balázs ráadásul szegény azóta meg is halt, és még egyszer mondom, nagyon-nagyon aranyos tanítványunk volt, Sítáborokban nagyon sokat beszélgetett. Robert rosszul emlékszik a történetre? Vagy úgy emlékszik, hogy ő akar? Igen, azt hiszem ez utóbbi. Mi értelme visszatérve van ennek a csatának? Tehát az ember azt gondolna, hogy olyanba érdemes belemenni, amiben látványos győzelmet lehet aratni, hogyha az embernek van kétharmada, vagy most már csak majdnem kétharmada. Most igen. Ez a dolog, ez igazából sokkal nagyobb port vert fel, mint amennyit egy iskola neve megérdemelne egy országban. Most az a helyzet, kinek hogy jó ez? Hát nem tudom. Szóval igazából nekem egy kicsit pótcselekvésnek tűnik. És a legfájdalmasabb számomra, hogy egy olyan fiatalember fordult a házelnök úrhoz, aki Kiskunhalason a Bibó István gimnáziumba járt. Szerkesztő úr, a mi iskolánknak van egy nagyon erős kohéziója, és van egy nagyon erős kisugárzása. Mi ezt úgy hívjuk, hogy Génius Lóci, a hely szelleme. Most kíváncsi vagyok, hogy Bibó István demokrácia elméletével hogy fér össze az az indítvány, amit a jobbikos fiatalember a parlamentben elmondott? Tehát én ettől vagyok kétségbeesve. Hát a jobbikos indítványok általában Bibóval egy... Na jó, ez messze vezet, nem... Jó, csak akkor őt nem érintette meg a Génius Lóci? Úgy tűnik nem. Azt mondja, hogy ez a dolog többről szól, mint egy név. Ez az iskola függetlenségéről szól, az egyetemi függetlenségéről szól, a demokrácia gondolatról szól. Igen. Mi lesz a vége ennek fényében? Nem tudom. Őszintén megmondom, nem tudom. Talán csak meg néhány... tudják védeni az iskolát és a nevet? Megpróbáljuk. Az a helyzet, hogy amikor
Én ezt a jajkiáltást felírtam a Facebook oldalamra, ami egyébként úgy gondolom, hogy jogom. Bár ezért is kaptam többek között a Robitól, hogy én izgatom a fiatalokat. Én nem értem ezt izgatásnak, mert én amikor a helyi sajtóban megjelent ez a hír, hogy elveszik a nevünket, és ezt kinyilatkozta az emberminiszter, akkor én rosszul lettem az órán. A szószoros értelme. Hát egyéni problémám, magas vérnyomás, cukor, ez korra jár sajnos. Felidegesítette magát. És olyan szinten felidegesítettem magam, hogy ki kellett menjek óráról, levezényeltem a gyereket a korlátról, mert nem bírtam segíteni. Beültem az orvosiba, ami szerencse pont az én irodám mellett van, és körülbelül egy olyan 5 perc kellett, hogy a vérnyomásom lejjebb menjen, a púzusom nem ment lejjebb. Na mindegy, visszamentem, és a gyerekek aranyosak voltak, hoztak egy tiramisút, valahonnan szereztek, és a tanár úr nyugodjon meg, gyerekek, ha ezt hát meg... Hát a cukrával igen, is bajolik, igen, akkor ez a legjobb ajándék volt. Hogyha ezt megeszem, itt meg is halok. Tehát ez kész. Na, lényeg a lényeg, hogy amikor én ezt megírtam másnap, szombaton, és kiraktam Facebook oldalamra, akkor pillanatok alatt felkapta a sajtó. És itt egy picit, hagyd mondjam el, ami nem tetszett. Egyetlen egy médium kért engedélyt, hogy kirakhassa. Egyetlen egy. Az összes többi szabadon felhasználta. Egyébként ez a Facebooknak a sajátja, tehát, tehát nincs ellen semmi kifogásom. Csak hogy én ezt egy relatív szűk közösségnek írtam. Az én ismerőseimnek, hiszen ők látják a Facebook oldalon. Most másképp a szűk közösség körülbelül 3800 ember. De ez csak azért van, mert 61 évesek és 37 éve tanítok abban az iskolában. 3800-ból hozta nyilvánosságra, ezt jó, ha tudja. Igen, hát biztos vagyok benne, hogy ez volt, de nem baj. Tehát nyilván sokakat érintett ez a dolog, hogyha így reagáltak rá. De hogy tudja, hogy mennyi ságvárista lett most Szegeden? Az összes radnotista. Aki a mi nagy ellenfelünk, az mind arról biztosít bennünket, hogy ők ebben az időben ságváristák. Nem tudom, hogy Radnóti és Ságvári mennyire álltak egy oldalon, de egy oldalon végezték. Bármennyire is. Igen, egy oldalon kezdték, bocsánat, hogy így mondom, te származásilag, és egy oldalon végezték. Azt a kitűzőt még megmutatnánk. Az van ráírva, hogy 60 éve Ságvári? Igen, hát lesz még 60? A következő helyzet, most vagyunk 60 évesek, 60 éve alakították ezt a gimnáziumot. Én nagyon bízom, hogy lenne. Én nem, csak azt kérem a sorstól, hogy onnan mehessek nyugdíjba. Nekem van még másfél éve a nyugdíjig. Hát, ez nem egy tartani. Ambiciózus nagy terv, remélem, hogy több na, is de van. De másfél évig a nyugdíjig is remélem, igen. Meg a Ságvári névben de az is. Másfél évig Ságvári, akkor onnan már Ságvári van. Köszönöm, Tadár, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.